Cirbus Gábor, a Fidesz KDMP helyi elnöke, megosztotta televíziónkkal, hogy voltak negatívumok, amit az ellenzék részéről tapasztaltak. Ilyen volt többek között a lejárató kampány, illetve ahogyan Lázár Jánossal és családjával bántak. Reméli, hogy az érintettek nyíltan is bocsánatot kérnek tőlük. Továbbá szó esett az április harmadikai estéről is. A makói Fidesz várták az eredményeket Farkas Iva polgármester, a képviselők, az aktivisták és a tagok körében. Az esti órákban, amikor már az eredmények jöttek, akkor örömmel látták, hogy győzelem előtt állnak. Makon elsőprő többséggel tudott nyerni a kormánypárt, és Lázár János országgyűlési képviselő úr. Innen is szeretnék neki ezúton is gratulálni, hiszen a makóiak újabb négy évre felhatalmazást adtak neki. Az elmúlt nyolc éves munkának úgy látom, hogy meg lett az eredménye, hiszen egyre jobb eredményeket tud képviselő és a Fidesz is elérni Makó városában. Úgy látom, hogy egy olyan pályára állt Makó a fejlődés útjára, amelyet abszolút a választópolgárok támogatnak és a bizalmába fogadtak. 2010 óta minden választást kétharmaddal tudott megnyerni a Fidesz-KDNP. Ez is egy hatalmas felhatalmazás. Látják, hogy ez egy igazi jó kormánya az országnak, hiszen lehet számítani erre a kormányra a válsághelyzetben, és tényleg az emberek érdekeit képviseli. Hozzátette, az elmúlt időszakban is olyan politikát folytatott a kormány, amely az emberek és akár az itt élő makkújak érdekeit is szolgálja. Televízión kíváncsi volt Mucsi Tamásnak a Demokratikus Koalíció helyi elnökének értékelésére is. Hát, hogy őszinte legyek, én már a választások előtt is azt mondtam, hogy ebbe bármi benne van, a Fidesz kétharmadtól az ellenzéki két harmadik minden, és ez valóban így volt, de hát természetesen letaglózott bennünket az eredmény. Azt azért hangsúlyoznom kell, hogy tudtuk azt, hogy a választási rendszer az nem nekünk kedvez, és hogy sok a buktató benne, de azt hittük, hogy az igazság győzni fog a hazugság fölött. Jelenleg nem így állunk. Továbbá Mucsi Tamás kitért arra is, hogy Márkizai Péternek azt javasolta, hogy ne vegye át a parlamenti mandátumát. Az országos politika helyett koncentráljon hódmezővásárhelyre. Zejtler Ádámot a Jobbik regionális igazgatóját is megkerestük a témában, azonban ő nem kommentált a stábunknak az eredményeket.